A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit, ma este három bejátszóval várom önöket. Rövidesen megkezdődik a dinnye szezon, cecén is a mennyiség és a minőség is megfelel. Erről beszélgettünk Albert Istvánnal. Elindult a dinnye szezon, viszont egy kicsit vissza kell tekintenünk, nézzük meg, hogy az időjárás mennyiben segítette ezt a növényi kultúrát. Hát az időjárása segített most, nagyon sok esőnk volt, öntözés mellett. Látszik majd a növényeken is, hogy milyen szép lombozatot, terméseket hozott. Most nagyon jó a dinnye. Nagyon jó a dinnyénk. Nagyon fontos kérdés, hogy a vegyszerek drágulása és az összes többi adalékanyag drágulása az mennyiben befolyásolja idén az árakat, illetve a gazdák nyilván nehézségekkel küzdenek. Hát igen, nehézségekkel küzdünk, mert a vegyszerár, a műtrágya ár az egekben van, ugye az ukrán háború véget, vagy az infláció véget, nem tudom, duplájára növekedtek ezek az árak. Tehát eddig olyan 1,5 millióba került egy hektár dinnyének a megtermelése, most azt mondom, hogy 2,5-3 millióban egy hektár dinnyének a megtermelése. Ezt hogyan lehet átvészelni, hiszen azért tudjuk, hogy itt a tájékán, környékén ez tradíció a dinnye termesztés. Hát nehéz átvészelni, lesznek is, akik lemorzsolódnak benne, de hát ez meg a szeretet, a növény szeretete. Beszéljünk a mennyiségről és a minőségről, hiszen azért jó itt körülnézni. Hát a mennyiségben most én számolok ezzel a területekről 6-700 mázsát hektáronként. Remélem, hogy jó áron is el tudjuk adni. Minőségre nem lesz panasz, tehát szerintem kiváló minőségű lesz a cecei dinnye. Fontos, hogy mennyire érdekeltek a gazdák abban, hogy továbbra is fenntartsák azt a mennyiséget és minőséget, ami egyébként itt jellemző, általában Magyarországon. Hát aki szívvel, lélekkel csinálja, és nem csak a pénz a lényeg, aki beleteszi a szívit, lelkit, annak érdeke, hogy jó dinnyét termeljünk. Már beszéltünk róla, hogy jó itt körülnézni, milyen lesz a minőség. Ugye arról beszéltünk, hogy jó lesz a minőség, de a sárga dinnyével kezdjük egy kicsit, mert hogy arról még kevés szó esett. A sárga dinnye, fóliasátor sárga dinnyé most már leérnek, a szabadföldi dinnyék még nem érnek, egy hét, másfél hét múlva a sárga dinnyébe is. Szerintem kiváló lesz. Kiváló lesz. És milyen a jövőkép, hiszen rengeteg problémát okozott az elmúlt időszakban, hogy a támogatási rendszer azért helyek közel rendben van, ugyanakkor az időjárás meg az ukrán gabona beszállítása általában erről hogy vélekedik? Hát magyar gazdákat az ukrán gabona beszállítás, kukorica, búza, árpa, tehát bármi napraforgó, igen komolyan érintette engem is, elég sok minusszal indulunk. A tavalyi évet minusszal zártunk, az idei évet már minusszal indítottuk, tehát nem is lesz plusz terményünk a szántóföldi kultúrán. Ha nem lenne a kertészet, akkor nagyon sok ember be fogja zárni a boltot. Főleg az 5-10 hektáros területesek, mert nem éri meg a bérből és fizetésből élők, akik vissza nem forgatnak abból a pénzből, ebből volt egy kis plusz jövedelmük. Nagyon fontos, hogy nyilván azért itt cece tájéken kitartanak. Hát kitartunk, igen, mert hát ezt szeretjük csinálni. Tehát én gyerekkoromban is ebben nőttem fel, most már 62 éves vagyok, már itt tudom, csinálom. De van utánpótlás nálam, úgyhogy hál' Istennek a fiaim át fogják venni a gazdaságot tőle. Tehát akkor ismételjük meg, hogy mikor kerül a piacokra a cecei dinnye? Hát a cecei dinnye körülbelül egy hét, másfél hét múlva dömpingje lesz a cecei dinnyének. A megyébe, országszerte, ahova eljutunk a dinnyével, nagybani piacra.
Varga Gábort, a Dél-Fejér országgyűlési képviselőjét szólítottuk meg a térség fejlesztési lehetőségeiről. Azt hiszem, hogy érdemes ezzel foglalkoznunk. Tisztelte, köszöntöm Varga Gábor országgyűlési képviselőt. Én azt gondolom, hogy Fejér megye, sőt az ország életében is fontos, hogy Dél-Fejér milyen gazdasági, agrárgazdasági lehetőségekkel rendelkezik, hiszen az elmúlt esztendők tükrében az orosz-ukrán háborúval és előtte a koronavírus járvány is alaposan megtépázott a gazdaságot. Az elmúlt esztendő viszont nagyon fontos volt abban a szempontból, hogy az Agora Vidékfejlesztési Alapítvány és a Kodolányi János Egyetem meghirdette a Mezőföldi Mozaik 2022 akciót, egy olyan programot, amelyben feltérképezték, hogy Dél-Fejér miként és hogyan szorulhat segítségre, és mi mindent kell tenni azért, hogy elinduljon azon az úton, ami fontos az itt élők számára. Milyen tapasztalatokkal bír, hiszen volt egy sajtótájékoztató erről, amiről beszámoltunk, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy most személyesen is beszéljünk róla. Ez a Kodolányival való együttműködés, ez az elmúlt években alakult ki, és ez a kezdeményezés, én azt gondolom, hogy óriási hatással lesz majd Fejér megyének, a déli részének a fejlődésére. Alapvetően ma az elmúlt évben egy helyzetelemzés történt. A helyzetelemzés, ez pedig pontos adatokra, pontos ismeretekre van szükség, méghozzá abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy mi lesz a beavatkozásnak, ha valamilyen beavatkozás történik, a későbbiekben az a fajta kitettsége, amit a beavatkozás fog okozni. Ezért az elmúlt fél évben mi az összes települést, ami a választóközvetlenhez tartozik, végigjártuk, és a civil szervezetekkel, a helyi gazdasági élet szereplőivel, államigazgatásban, önkormányzati szereplőkkel beszélgettünk, és megpróbáltuk a problémáknak a gyökereit megtudni. Illetve azt, hogyha valami működik, akkor az mitől működik Dél-Fejérben. Illetve kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet a kitörési irány, és az ott élő emberek, ők hogy látják ezeket a kitörési irányokat. Ennek az 35-36 beszélgetésnek az elemzése az tulajdonképpen most folyik. De alapvetően már olyan irányokat tudunk lefektetni, amelyeket a későbbiekben a Kodolányival közösen mi ebben a térségben orvosolni tudunk. Itt gondolunk elsősorban, hogy a közösség, az élő közösségeknek a létrehozására, amelyeknek a szerepe abban fog megnyilvánulni, hogy hogyan és miképpen képzelik el azok az emberek az ott élők jövőjüket, családi, gazdasági és kulturális szintéren. Ezek az élő közösségek fogják az elkövetkezendő időszakban a magját alkotni annak, hogy a Kodolányival közösen az a program milyen irányba terjeszkedik. Az már biztos, hogy a szociális ágazatot erősítenünk kell, ez együttműködést fog jelenteni a Kodolányi János Egyetemnek a képzési struktúrájával. Az biztos, hogy a közösség szervezői részt szintén erősíteni kell, hogy minden faluban legyen olyan közösségszervező, aki képzetten és tudatosan tudja irányítani, és a beérkező igényeket jó csatornába terelve a közösségi életet fellendíteni. Szükség lesz a pedagógiai vonalnak az erősítésére. Pont tegnap fogadtuk el a státusztörvényt, amelyben mi szeretnénk egy megújulást hozni az oktatásban, és azt gondolom, hogy ehhez szükség lesz azokhoz az új fiatal erőkre is, akik ezt a szép hivatást választják, és szükség van azokra az erőkre, amik a gazdaságfejlesztés, hiszen a gazdaságból indul ki alapvetően minden. Mi úgy gondoljuk, és a helyi emberekkel beszélgetve nem abban látjuk, hogy hatalmas multicégeket hozunk be a térségbe, hanem az itt lévő kisközepes vállalkozásoknak a fejlesztésére fordítanánk nagyobb energiát, illetve a mezőgazdaságban és az élhető környezetben, a környezetvédelemben látnánk azokat a lehetőségeket az élelmiszergazdaságnak a fejlesztésében, amelyek az elkövetkezendő időszakban meghoznák azt az eredményt, hogy az emberek legalább olyan jól érezzék magukat, mint ahogy itt elmondták, és az általánosságban el is terjedjen a térségben.
Tehát ezek a talpontjai a változásnak, illetve a programnak. Miként lehet ezt megvalósítani, hiszen korán sem mindegy, hogy a tervekből mikor lesz olyan cél, ami megvalósítható, hiszen valljuk meg, hogy a Délfehér, ez a térség rászorul arra, hogy a folyamatos fejlődés meginduljon. Igen, hát az elmúlt évtized az tulajdonképpen egy infrastrukturális fejlesztés, amelyben az alapokat le tudtuk rakni, hiszen 20-valahány településünkön már létező például a szennyvíz csatornahálózat és a szennyvíztisztítás, az oktatási intézményeink újulnak, meg az állami orvosi, hogyha csak azt tudom említeni, hogy 3 rendelőintézet, ami a választóközetemben van, abból 2 új épült, és egyiket pedig teljesen felújítottuk. Az állami struktúrát, illetve rendszereket szintén fel meg tudtuk újítani. Én azt gondolom, hogy ezek után igazából arról szól a dolog, hogy hogyan miképpen tudjuk ezeket jól működtetni, és hogyha ezeket jól működtetjük, ahhoz kellene az a humán erőforrást, amelyet a Kodolányival közösen fogunk tudni szerintem becsatornázni az elkövetkezendő évtizedbe itt Délfehér megyében. Nagyon fontos, amit említett, és nyilván meg is valósítják, ugyanakkor kell, hogy beszéljünk Délfehér agrárgazdaságáról, hiszen többek között a kapreformnak köszönhetően újra elindulhat azon az úton, most itt a különböző gazdasági válságok után, amelyet képviselt mindez idáig. Hogy lehet észszerűen felhasználni, illetve rávenni a gazdákat, hogy pályázzanak, és azt a pénzt használják, hiszen az agrárgazdaság a talpontja. Igen, hát az a klasszikus mondás, amikor válság van, akkor kell befektetni. Tehát én azt gondolom, hogy mind a humán erőforrásban, mind pedig magába az innovációba, illetve magába a gazdaságokba, az agrárgazdaságokba. Tehát amikor az ember pénz szűkében van, akkor minden olyan megoldást figyelemmel kísér, ami az ő életét könnyebbé és a mezőgazdasági terményét olcsóbbá tudja, előállítását olcsóbbá tudja tenni. És én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években ez a kapreform, ez hozhat a mi térségünkben is alapvető változásokat, de csak akkor, hogyha ez párosul egy tudatos közösségi munkával. Ma már ugye az embereknek rá kell jönniük arra, és tehát ezek évtizedes szlogenek egyébként, hogy együtt sokkal könnyebb. Minden olyan dolog, amit a közösség saját maga határoz meg, és együtt próbálnak, szorosan együttműködve, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebbé és kiszámíthatóbbá tudják tenni azt a termelést, amit választottak. Csak egy példát említünk, ezek az öntöző csoportok, az a társulások, ha ezek létrejönnének, van már erre kezdeményezés, vannak olyanok, akik ebben részt vennének, de még mindig sok ember bízik abba, hogy az idei év az csapadékosabb, hogy most jó termése lesz, és igen, de hogyha megnézzük azt, hogy az átlagot számoljuk, hogy 10 évből ma már 5-7 majdnem aszályosnak mondható, míg régen 10 évből 5-7 megfelelő csapadékkal rendelkező év volt, akkor láthatja a trendet és a változást. De ugye erre előre kell készülni. Ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy máról hónapra, tehát ez évek hosszú, szorgalmas munkája létrehozni, elkezdeni működtetni, terveztetni, később pedig becsatornázni. És ha már van öntözés, akkor már arról a termék struktúráról le lehet szakadni, ami olyan 4 gabonaféle termeléséből áll, vagy takarmánynövénynek a termeléséből áll, és más egyéb struktúrákat, és ahhoz kapcsolódóan már megint létre lehet hozni a feldolgozó üzemeket, amely feldolgozottsággal sokkal rentábilissá lehet tenni a mezőgazdaságot, ha az is a mezőgazdasági alaptermeléshez kapcsolódó tulajdonosokkal rendelkezik. Személyes érintettsége okán, hiszen mezőgazdasággal is foglalkozik, miként tudja segíteni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a MAGOSZ munkáját országgyűlési képviselőként itt a térségben?
Hát legutolsó példa az pont tegnap volt, amikor Jakab Istvánnal, a MAGOSZ elnökével, az országgyűlés alelnökével az irodájában beszélgettünk arról, hogy hogyan miképpen tudnánk például fejleszteni a MAGOSZ szervezeteket, akik gazdakörökként lehet ugye megismerni, és hogyan lehet ezeknek az embereknek azokat a tudásokat átadni, ami egyébként mind az Agrárkamarában, mind pedig a MAGOSZ-ban létezik. Volt egy mellékszál is, hiszen a MAGOSZ évek óta csinálja ezt a gabona összeöntést. Ugye ez a Magyarország kenyere program, amelynek segítségére is kértek. Tehát ezeket én azt gondolom, hogy óriási lehetőségek vannak, és még mindig nem használjuk ki ebben rejlő lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy mind a NAK-nak, mind a MAGOSZ-nak is figyelemmel kell kísérni a gazdák javaslatait, illetve külhoni jó példákat adott esetben átvenni, és azt Magyarországra adaptálni. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés itt Délfehérben példamutató, de nem szabad, hogy kimerüljön csak abban, hogy a falugazdászok segítenek a különböző Európai Uniós támogatási formák többek között a kapnak a lehívásában és abban segítségében. Én azt gondolom, hogy sok más egyéb lehetőség is rejlik ezekben a kapcsolatokban. Remélem, hogy a jövőben ez még szélesebbre fog majd nyílni. Ha így összefoglaljuk, akkor a kapreform, illetve a kaptámogatások, illetve a mezőföldi mozaikban megállapított jövőbeni lehetőségek egy valóságos jövőképet mutatnak Délfehérben? Biztos vagyok benne, hogy ez egy előremutató irány. A kapreformokat azt ugye az Európai Unió szabja meg, és ők azok, akik ezt, azt mondom, hogy nem ránk kényszerítik, de ránk erőltetik. Én jó pár gazdával beszélgetek, és ugye az a legnagyobb problémája például ennek a kapreformnak, hogy mind a 27 országban az Európai Unióban egységesen kezelik, vagy próbálják kezelni, miközben sem éghajlatilag, sem terményszerkezetben nem egyformák. Tehát ott azért kellene egyfajta rugalmasságot biztosítani az adott ország éghajlatához, terményszerkezetéhez, mezőgazdasági kultúrájához igazítani, de hát ez nem az én dolgom, ez nyilvánvalóan a megfelelő szervek ezt rögzítik és elmondják minden egyes alkalommal. Ezt egy kicsit rugalmatlan rendszernek tartom, de a mezőföld mozaik programot én azt gondolom, hogy egy teljesen élő és egy jó irányba haladó lépés, hogy a délmezőföld még feljebb tudjon zárkozni ahhoz a normához, amelyet Észak-Fehér megyében már gyakorlatilag az emberek, az ott élő emberek élvezhetnek. Sárbogárd és térsége agráriumának kulcskérdéseit vitattuk meg a MAGOSZ Fehér vármegyei elnökével, Kis Norbert Ivóval. Tartsanak velünk! Tisztelettel köszöntöm a MAGOSZ Fehér megyei elnökét, Kis Norbert Ivót. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen Délfehér agrárgazdasága az egész megye számára kiemelt jelentőséggel bír. Most itt vagyunk már az aratások küszöbén, de egy kicsit először beszéljünk arról, hogy az elmúlt időszak, gondolok itt elsősorban a változékony időjárásra, mennyiben viselte meg a gazdákat? A változékony időjárás, a viharokat leszámítva, igazából a gazdák örültek annak, mert az idén van eső. Ugye tavalyi évben eső sem volt, aszályos időjárásunk volt. Most azért van csapadékunk, mind a nyári aratású növényeink, mind az őszi aratási növényeink nagyon jó állapotban vannak. Jelen pillanatban még ez nem azt jelenti, hogy az őszi aratásúak őszre is jók lesznek, de most még nagyon szépen mutatkoznak. Hogy mi lesz az eredmény, nem tudni. Erre pont egy nagyon jó példa az árparatás. Délfehérbe nagyjából végeztek a gazdálkodók az őszi árpának az aratásával. Akinek szerencséje volt és a múlt heti viharok előtt le tudott aratni, nekik még azért nagyobb volt a termés mennyiségük, tehát az ilyen 8 és 9 és fél tonna közötti termés átlagokat hallottam. Azóta viszont ilyen 4-től 6 tonnáig hallottam termés átlagokat, hogy ennyit sikerült betakarítani. Amit még tetéz az, hogy a terménynek, tehát az őszi árpának a hektoliter súlya sem felel meg a magyar szabványnak. Tehát
mennyiségről beszéltünk, a minőségről kell. Ugye az imént már szót ejtett arról, hogy az magyar szabványnak nem felel meg. Ez mit jelent a gazdák számára, hiszen nyilván ez árkülönbséget is okoz? Igen, ez jelentős árkülönbséget okoz. Mikor tárgyaltam kereskedőkkel, azt mondták, hogy ugye 63-as a magyar szabvány hektoliter súlyra, 100%-onként 500 forint csökkenést okoz. De csak 58-asig vásárolják, tehát 58-as hektoliter súlyig vásárolják meg az árpát, az alatt nem. Tehát a kevesebb a hektoliter súlya nem vásárolják meg. Ez volt a múlt heti, vagy két heti információ, azóta viszont, mivel nagy részt az országban végeztek az árpával, én úgy tudom, és mindenhol, tehát országos szinten nem nagyon hallani olyat, hogy elérte volna az árpa hektoliter, tehát meg lett volna magyar szabványos hektoliter súly, így nem tudni, hogy a kereskedők mit fognak változtatni a stratégiájukon. Rövidesen megkezdődhet legfontosabb kenyérgabonánk, a búzaratása, ez szintén kiemelten fontos itt Délfehérben, hogy áll mennyiségben és minőségben, hiszen azért tudjuk, hogy a változékony időjárás erre is rányomta a bélyegét. Így van, erre is rányomta. Jelenleg a búzatáblák még jó állapotban vannak, nem mondom, hogy nagyon jó állapotban, mert ugye a vihar már, ami búzák előrébb voltak érésben, azokat valamilyen szinten károsította, még ezt nem tudjuk, ez majd aratáskor fog kiderülni, plusz amit nagyon hallani és látni, ha az ember úgy járt a határban, hogy a megfelelő növényvédelem ellenére is szaporodik a fuzárium bizonyos buzafajtákban, tehát ez lesz majd valószínűleg a következő, ami problémával szembe kell nézni. Esik szó a tavaszi vetésekről, hiszen nagyon fontosak, miért most néhányat nyilván megtekinthettünk, láthattuk. Jó állapotban vannak, de ez mit jelent a gyakorlatban? Hát a gyakorlatban azt jelenti, hogy jó állapotban van, hogy az országos átlag fölött fog valószínű Délfehér megye teljesíteni termésmennyiségben. De mivel még nagyon messze van a betakarításuk, így még nagyon bátran erről nem lehet nyilatkozni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy rekordtermés lesz, de nagy valószínűséggel a tavalyi évnél jobb termések várhatóak. Kapreformról számos bejelentés érkezett. Én azt hiszem, hogy ez a közeljövőben alapvetően meghatározza a magyar mezőgazdaságot. Mire számítanak, hiszen itt erre alaposan fel kell készülni? A kamarai tanácsadók, falugazdászok próbálták a gazdálkodókat felkészíteni, tehát nagyon meg a magosszal karöltve folyamatosan egész télen fórumokat szerveztünk, hogy minél nagyobb tájékozottságuk legyen a gazdálkodóknak abban, hogy a következő 7 éves ciklusban hogyan tudnak megfelelni ezeknek a feladatoknak. Én azt látom, akik nem próbáltak megfelelni a rendszernek, azok azt mondták, nem is igénylik ezeket a támogatásokat. Ezek jellemzően a kisebb gazdaságok, tehát hogy ők nem fogják tudni ezeket teljesíteni. Nem. Ez egyfajta kis hitűség bennük, mert nem olyan nehéz teljesíteni. Míg ugye előző időszakban a növények és a termelés volt a központban, most a támogatás szempontjából a talajok vannak a központban, tehát talajt kell erősíteni, talajilleteket kell növelni, hogy jobb termésünk legyen, és ne legyünk ennyire az időjárásnak kiszolgáltatva, mert ahol egy kicsit humuszosabb a talaj, több a tápanyag benne, azok a talajok a tavalyi évben is jobban kibírták az aszályos időjárást. Mezőfalván hagyományosan megrendezték ugye a szántóföldi napokat, az agrárgépsót. Ha most a gépekről beszélünk, akkor van-e elegendő olyan kapacitás, hogy meg tudják a gazdák vásárolni ezeket a gépeket? Van-e olyan hitelkonstrukció, ami ebben segít? Hát jelen pillanatban úgy tudom, hogy az Agrár Széchenyi kártyának van egy ilyen 5%-os kamat nyújtott hitele, amire gépet lehet vásárolni, de a gépvásárlásoknál nem is ez a legnagyobb probléma most, hanem a bizonytalanság, a piaci bizonytalanság a gazdák részéről, tehát nem látják azt, hogy el fogják tudni adni a terményüket, és hogy olyan áron fogják eladni a terményüket, hogy ez nem ráfizetéssel fog megtörténni. Mivel az idei év az egy speciális év, ugye tavalyi év az olyan volt, hogy olcsó input anyaggal állítottunk elő drágább termét, mert tavaly évben az asszály véget, meg a mindenféle világpolitikai helyzet alapján megnövekedtek a terményárak. Igaz, hogy kevesebb volt, de viszont nagyobb volt a bevétel belőlük. Az idei év viszont úgy alakul, hogy egy nagyon magas input anyag költséggel termelünk, lehet, hogy eladhatatlan terményt.
Most pont az őszi árpánál látszik ez, hogy ilyen 50-es hektoliter súllyal nem biztos, hogy el lehet adni a termét, és innentől kezdve az a gazdának veszteség. Megtörtént a bejelentést, hogy az uniós tagországok elfogadták azt a magyar, szerb, bolgár, román, illetve spanyol javaslatot, hogy az ukrán búza megszűnjék, de hát nyilvánvaló, hogy ez nem egyik napról a másikra megy. Ez mit okozott a gazdáknak, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a óriási visszaesés következett be a búza eladási árában is. A búzánál az olyan speciális helyzet alakult ki, hogy mi a Magyarországon nem termett. Ugye a kormánynak gondoskodni kell arról, hogy a belső piaci ellátás meglegyen. Ezért ugye bevezették ezt a bejelentési kötelezettséget. 30 napja volt az illetékes hivatalnak arra, hogy kiadja az engedélyt, hogy külföldre lehessen szállítani a búzát. Ezzel keletkezett, hogy a kereskedők nem éltek ezzel a lehetőséggel, vagy nagyon ritkán, és azok a piacok, ahova előtte való évben szállítottunk, azok megvásárolták az olcsó ukrán gabonát. Ami mikor elindult a szezon, akkor még drágább volt, csak ahogy egyre több lett, és ugye a háborús helyzetre tekintettel egyre többet vásároltak, és egyre olcsóbban adták az ukránok, és egyre könnyebben lehetett hozzájutni Európában. Milyen jövőképe van Dél-Fejérnek? Nemrégiben a Kodolányi János Egyetem és az Agora Vidékfejlesztési Alapítvány közös mezőföldi mozaik programjában felmérték, hogy mi a helyzet itt Sárbogárdon és környékén, tehát Dél-Fejérben, és ennek tükrében milyen terveik vannak? Hát mindenképpen a gazdálkodóknak, akik lábon maradnak az idei év után, tehát most ha van kezdődő mondat, ugye nincsen, de most még mindenki csak találgat, hogy mi fog történni, és nem annyira tőkerősek, tehát az idejében is azt tippelgetik gazdálkodók, hogy a gazdálkodók ilyen 10%-a megszűnt. Pont az a réteg, az a picik, akik színesítik a vidéket. Maradnak a tipikusan nagyüzemi 4-5 növénytermelő nagy gazdaságok, amik viszont annyira nem színesítik már a gazdaságot. Pont az lenne ennek a kisgazdaságnak a lényege, hogy ők nem csak egy mezőgazdasági résszel foglalkoznak, hanem vidékfejlesztés, turizmus, ez a falusi vendéglátás, és ezzel ugye lehetne színesíteni a vidéket. Plusz ugye a nagygazdaságoknak maradt egy ez a digitális átállás program, meg kicsiknek is, csak eléggé költséges, tehát az, hogy olyan gépeket beszerezni, olyan infrastruktúrát, ami precíziós gazdálkodásra alkalmas, és ezáltal korszerűsíti. Inputanyag termés növekedés nem feltétlen fog megtörténni, de inputanyag csökkenést azt viszont el lehet érni ezekkel a programokkal. Nyilván a magos elnök sem jós, de mit vár a következő időszaktól? A krízishelyzetet meg lehet oldani? Remélhetőleg a krízishelyzet meg fog oldódni. Ugye Ukrajnából most a határmenti országokban nem lehet elméletileg gabonát beszállítani. Ha kiürülnek a raktáraink és valamilyen szinten beindul a gazdaság és felvásárolják a terményt, ugye akkor már a gazdáknak lesz pénze, akkor jobban tudnak költeni gépvásárlásra, inputanyagot, többet fog. Tehát maga az egész agrárszektor, ami így egybefoglalt, jövedelmezőbb lesz. Ha a gazda nem fog tudni vásárolni, akkor az a többi részre is, tehát az egész agrárszektorra kihatásra van, mind kereskedőkre, inputanyag elállt, a gépforgalmazók mindegyikre. És abba bízunk, ugye olvasva híreket, hogy világszinten a buza hiány lesz. Most ilyen hírek vannak, majd meglátjuk, hogy mi fog történni valójában a betakarítások után. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.